Az első díj, amelyet Szervációsz Jenő szobrászművész születésének 100. évfordulójára hoztunk létre, az a Szervációsz Jenő díj. Ez az, amely hivatott a kárpát-medencei képzőművészeket figyelni, díjazni, felmutatni őket. A másik, a Szervációsz Tibor ösztöndíj, ez a drága férjem eltávozása után létrejött díj, ezt alapítottam meg. Ezt művészeti középiskolás diák kapja. Ők Kolozsváron éltek, mind a ketten, egy nagy műterem lakásban, Fellegvár oldalában. Én ott voltam diák, egész 1968-tól 74-ig, úgyhogy minden megmozdulásukat tudtam figyelni, és mindig élmény volt, amikor egy kiállításon a műveikkel találkoztam. Különösképpen Jenő bácsinak a munkássága nyűgöz le, mert ő nagyon eklatáns képviselője volt a transzilvanizmusnak a szobrászatban. Annyira egyéni hangú volt, hogy soha senkivel össze nem lehetett téveszteni. Ezért büszke is vagyok, és nagy elismerés, hogy ennek az alkotó nevezett díjat kaptam meg én is 2022-ben. Az volt a célunk, hogy összegyűjtsük, felmutassuk a Kárpát-medencében születő magyar művészetet, művészeket. Azokat, akik a nemzeti kultúra gyökereit is felmutatják, vagy ahogyan Szervációsz Tibor az Ars Poetikájában mondja, ha magyarnak születtem, a művészetet is anyanyelvemen kell beszélni. Ugyanígy az anyanyelvet beszéli mindaz a kárpát-medencei alkotó, aki most itt a kiállításon felvonultatja az alkotásait. Persze mindenki egy kicsit meghatározó nyelvjárásban. Az egyik erdélyi, a másik délvidéki, a harmadik kárpátaljai, a negyedik felvidéki, de anyanyelvi művészet ez. Arra gondoltam, hogy mi az eszenciája a csángóságnak, annak a régi magyar világnak, amely évszázadokig úgy tudott megmaradni magyarnak és kereszténynek, hogy nem volt sem magyar miséje, magyar misézése, sem magyar iskolája. És én akkor a hitbe találtam meg. Erős hit az Istenbe, erős hit Szűz Máriába, a szentekbe, napba, holdba, és önmagukba, és az Istenvel való kapcsolatba, az ősekvel való kapcsolatba. Én azt próbáltam megábrázolni, és ez a Baba Mária, amely a pendejébe tartja kicsi Jézust, ez abból a világból, onnan inspirálódtam, mert mi gyermekkorunkban minket a pendejükbe tartottak, úgy le voltak ülve az asszonyok, édesanyám,
és a Katrincát kétfelé választották, minket beengedtek abba Ing-Ajba, a pendely, az volt a pendely, így közben tudtak imádkozni, varni, és kézimunkát csinálni, miközben vigyáztak ránk. Egy megbízásra készült, Csíkszépvíz község megbízást adott, hogy készítsem el Szent László szobrát. Amikor Szent László a lovával ott járt, akkor a patájával egy rést ütött egy sziklába, és onnan kibugyogott a forrás, és elnevezték Szépvíznek a vizet, a forrást. És attól kezdve a község neve Szépvíz. Én megnéztem a helyet, hogy hova kerül, és mindig összhangba kell kerüljön a térrel. Tehát ne legyen az se, hogy mintha kinőtte volna a teret, vagy ha bele kell nőjön a térbe. Tehát összhangban, mintha onnan nőtt volna ki. Nos, így készült el ez a 3 méteres szobor. Művésszel, aki kiállít, érzek párhuzamot. Én úgy érzem, hogy ez az egész társaság és a szervációszak is nagyon hülyek voltak az őseinkhez. Én úgy érzem, a művészetükben is nem szokottak el, nem kolondoztak el, nem akartak úgy világhírűek lenni, hogy elfelejtik, hogy mivel tartozunk az őseinknek, mivel tartozunk a Jóistennek, Szűz Máriának, mivel tartozunk azokhoz az erőkhöz, amelyek minket a mai napig elhoztak, elkísértek, mert nem tudjuk évszázadokig vagy évezredekig, az őseink meddig vigyáztak azokra a csodálatos értékekre, amelyek nem lennének, ha így folyamatosan nem ragaszkodtak volna a magyar értékekhez, az emberi, a legfőbb értékekhez. Nem felejtette el, hogy miért van a művészet. A művészet nem a művészetért van. Azt nagyon kevés lenne. A szakrális megvan itt, én úgy gondolom, minden egyes képben. Valaki azt mondta, hogy a művészet, ha nagyon magas, akkor az már szakrális. Vagy ha igaz egy művészet, akkor az már szakrális. És én úgy gondolom, hogy ez is közös.